elhangzott, hogy Szabó Zsolt vagyok, a Sark Magyarország ügyvezető igazgatója. Köszönöm, hogy ilyen nagy érdeklődéssel eljöttetek. Igazán örülök, hogy megmutathatom ezt az eszközünket. Ez egy 70 szoros monitor alapú érintőképernyő, egy interaktív tábla, aminek a peremébe van beépítve az érzékelő, infravörös technológiával érzékeli az érintést. Ez egy viszonylag új termék, és ahogy láttátok, tulajdonképpen most azon melegében kezdtünk el a termékkel ismerkedni. Én úgy gondolom, hogy a végpontok már tökéletesek, maga a számítógép, illetve a tábla is. A kapcsolattal volt némi küzdelem, de azt gondolom, hogy ezt meg tudtuk oldani. Ha esetleg kezelésbeli hibák vagy problémák adódnak, azt nézzétek el azért, mert tulajdonképpen ebben a környezetben ez egy kísérlet. Most ismerkedünk tulajdonképpen adobos felhasználói szinten még nem teszteltük, tehát most ez egy új teszt lesz. Néhány szót beszélnék a Sharpról, utána beszélnék a tábláról, és utána átadom a szót az adom workshopnak. Ennek érintésre mozognia kéne. A Sharpról annyit előjáróban, hogy 1912-ben alapította egy japán úriember, 100 évesek vagyunk, ezt a 100 évet igyekszünk méltó módon megünnepelni. A 100 évre tekintenék most 5 perc alatt vissza. Az úriember, akit itt láttok, Tokuji Hayakawa, ő alapította a céget, itt már tulajdonképpen halál előtt nem sokkal készült róla ez a fénykép. Az ő jelszava volt az, hogy a Sharp, illetve ő olyan termékeket készítsen, amelyeket mások majd utánozni akarnak. Ez a technológiai fejlesztés úttörő szemléletet tükrözi a mai napig. 1912-ben még messze nem volt LCD megjelenítő, a Sharp elődje, a Hayakawa művek egy övcsattal lépett a piacra, ami annyiban volt újító jellegű, hogy nem volt rajta luk, ezért fokozatmentesen lehetett állítani. A következő, amivel igazából híres lett, és a Sharp innen kapta a nevét, az a mechanikustól az örökké hegyes, az Ever Sharp Pencil, ami tulajdonképpen a fejlődés történetét itt láthatjuk, ez 1915 óta van, ez a ma is ismert mechanikájú töltőceruza. 1929-ben az első tömeggyártású rádió, amivel elárasztotta a Sharp, akkor még a Hayakawa művek, a japán piacot, ezzel alapozta meg azt a hírnevet, ami aztán nemzetközi hírűvé tette a céget. 1953-ban az első tömeggyártású tévékészülék, hát elég furán néz ki, így erről nehéz lenne megmondani, hogy ez egy tévékészülék, de ez az. 64-ben a teljesen tranzisztorizált működésű elektronikus számológép, én azt gondolom, hogy ha azt mondom, hogy Sharp, nagyon legtöbb embernek a számológép jut az eszébe, akár kis kézi zsebszámológép, vagy akár asztali, vagy pénztárgépeket is, ha ide vesszük, hogy a Sharp igazából a pénztárgépekről lett híres. Nem csak számológépben, illetve megjelenítőkben volt előre törő, vagy előre fejlesztő a cég. 73-ban már megjelent azokkal az Iker, illetve hát ugye már három ajtós hűtőszekrényekkel, ami aztán Amerikában, illetve most már Magyarországon is egyre inkább jellemző, a nagyméretű hűtőkkel, megfejelve ezt azzal, hogy később olyan ajtót gyártott a Sharp, ami mind a két irányban nyílt. Hát persze nem egyszer, hanem felváltva. Itt már ugye látható az, hogy van arra megoldás, hogy egyszer erre nyitom, máskor pedig arra nyitom, illetve hát a fiókos elrendezésű hűtő
89-től már elérhető. Volt valakinek Sharp mobiltelefonja? Időben lehetett kapni Magyarországon Sharp telefont. A Sharp jelent meg az első kamerás mobillal, és azóta is a Sharp az egyik legnagyobb beszállítója a mobilgyártóknak a kamera egységet tekintve. Tehát ez azt is mutatja, hogy mennyire fontos a Sharp életében a mikroelektronikai részegységeknek a beszállítása más cégekhez. iPhone-hoz kapcsolódva biztos tudjátok, hogy a Sharp gyártja az iPhone-ok kijelzőjét, illetve hát a kamera egységét is. Ki az, aki erről hallott már? Nagyon jó. És ki nem hallott róla? És ki nem jelentkezett? Oké. Jó. Alapvetően nem csak ipari kijelzőket gyártunk, hanem TV eszközöket is. A Sharp alapvetően egy kijelző gyártó, nagy üvegpaneleket állít elő a Sharp. Ebből készülnek egyrészt TV-k, másrészt professzionális monitorok, harmadrészt pedig napelemek. Napelemeknek az alapját is hasonló technológiával állítjuk elő, mint ezeket a megjelenítőket. Itt a képen egy 3x3-as videófal látható, egy-egy eleme 60 szolos monitor, aminek annyira keskeny kávája van, hogy a kettő között a nem látható képfelület az 6,5 mm, tehát alig több mint fél centi az, amit elvesz a képből. Azt lehet mondani, hogy a 60 szolhoz képest a szinte elhanyagolható. És itt vagyunk ennél az interaktív táblánál, amin a mai bemutató is zajlik. Ez a tábla 2011 év végén, tehát kb. Egy éve jelent meg, akkor még 60 szolos változatban, ez egyen nagyobb. Annyiban fejlettebb már ez a tábla, mint a korábbiak, hogy tartalmazza azt a technológiát, amit a képeknél is hirdet és reklámoz a Sharp, amivel előrébb vagyunk, mint a többiek. Az, hogy nem csak három színből rakja össze a pixelt, hanem az RGB, tehát a vörös, zöld és kék mellé egy sárga rész, szubpixel is van. Ezáltal az arany, illetve a sárga az sokkal szebben jelenik meg a megjelenítőn. Ez a készülék ezt a technológiát már tartalmazza. Tulajdonképpen a specifikációja, elvileg én hoztam leírást, azt nem tudom, hogy ezt kaptatok-e, vagy ezt hova lett, szuper. Alapvetően ezek a tulajdonságok, ezt most nem fogom részletezni. Természetesen kiegészítő opciókkal felszerelhető a készülék. Ugye alapból ezek a csatlakozási lehetőségek vannak, tehát egy HDMI, egy analóg számítógépes videóbemenet, egy hangbemenet, a készülék saját hangszórókkal rendelkezik. Ugye van egy RCA, illetve egy jack, illetve hálózatba, falba kötéshez láncba fűzhető, és ehhez vannak ezek a kiegészítő csatlakozók. Van hozzá egy opció, ami további csatlakozási lehetőségeket tartalmaz, DVI, hálózati port, külső hangszórók, illetve audio és komponens videó, illetve S-videó csatlakozó, ami kiegészítő kártyán rajta van. Alapvetően a hátulját azért tettem ide, vásárolható hozzá egy állvány, amivel rendkívül mobil módon könnyen mozgatható. Lehet egy hátlapi PC-t tenni az eszközre, ami ugye mindig hozzá van kötve, ezért nem kell pacakolni a számítógéphez való kötésével, hanem mindig ott van rajta, csak bekapcsoljuk és már is működik az interaktív táblánk. Három méretben elérhető, hamarosan lesz egy 90 colos méretű is. Tulajdonképpen ez
megjelenítőnek a 60-colos, azt mondom, hogy majdnem kicsi, de funkcionalitásában teljes értékű. A 70-colos, amit itt látunk. Én azt gondolom, hogy ez egy optimális választás lehet árban, árértékarányban, illetve tudásban. A 80-colos az körülbelül 2,5-szer annyiba kerül, mint egy 70-colos. Tehát oda már nagyon meg kell fontolni azt, hogy mi az a feladat, amire 80-colos beszerzünk. 90-colos pedig még inkább. Azért tettem ide a Windows 8-nak a bejelentkező képernyőjét, mert a Windows 8 már alapvetően érintőképernyős eszközökre van kifejlesztve. Tegnap előtt láttam egy bemutatót, ez nem aktív, ez csak egy kép, de egy aktív Windows 8-on a csempéket nyomkodva nagyon gyorsan és hatékonyan tudjuk használni. Most azon gondolkozom, hogy ti használtok Windows-t, vagy inkább meg... Csak jó, muszáj. Jó. De tényleg, emelje fel a kezét, aki használ Windows-t. Nagyon jó, szuper. Látod? Én is aztán abban. Na jó, oké. Okay. Tehát, és ki használ már Windows 8-at? Jó. Nem sokan, de ugye október 26-án lesz a bemutatója, addig ugye van egy együttműködésünk a Microsofttal, viszik ezt az eszközt, és ezen fogják majd demozni a Windows 8-at. Aki nem akar érintőképernyőt, illetve szeretne visszatérni a Windows 7-eshez, egy csempe nyomással már is a Windows 7-esben találja magát. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon könnyű lesz megszokni. Teljesen más, teljesen új gondolkodást igényel, de könnyű lesz megszokni. Az, amit az előbb mutattam, a Windows felület, az tulajdonképpen használható, úgy, ahogy most én használom, egy driver telepítésével, ami körülbelül ennyi idő alatt telepítődik, tehát viszonylag gyorsan. Az egy másik kérdés, hogy tanácsos egy olyan videókártyáról használni ezt az eszközt, ami Full HD, tehát 1920x1080 felbontású, akkor adja ki magát igazán, akkor jó vele dolgozni. Meg lehet találni azokat a beállításokat, ami kisebb felbontással is működik, de erre van optimalizálva. Hogyha telepítünk egy szoftvert, ami a táblának a saját szoftvere, elérhetővé válik egy interaktív tábla, egy fehér tábla üzemmód. Ez megint csak egy kép, tehát nem tudok elrajzolni, de azokkal a menükkel elérhető egy tábla funkció, ami akár prezentációs, akár oktatási célra használható. Betöltött például olyan egy fogorvos vitte el, mert ő beteszi a fogrünget és abba rajzolhat bele. Tehát tulajdonképpen nagyon széles spektrumon fel lehet használni. Egy énekkar is vitt már belőle, ő kirajzolják, a karmester bejelzi, hogy hol, mire kell figyelni az énekkarnak. Tehát tulajdonképpen bármire lehet használni. Ez az egyik szoftver, vagy szoftvernek az egyik része. A másik pedig az overlay üzemmód, ahol egy sima Windows-ra ráhúz egy layert, egy réteget, és arra a rétegre lehet írni, utána a rajzolt dolgokat és a hátteret elmenteni PDF, TIFF és JPEG formátumokban. De van egy saját formátuma is, abban is, azt később tovább lehet szerkeszteni. Ha további kérdés van a táblával kapcsolatban, én itt leszek, szívesen válaszolok. Addig is köszönöm a figyelmet. Kérdezem, igen. Mit szól a képernyőjelző működtetéshez? Jó kérdés. Ez olyan üveggel van bevonva, szemben egy normál monitorral, ami egy vastag üveg, 3 mm vastag üveg, tehát ez bírja.
akár még az általános iskolás gyerekeket is kivívja, hogy ott azért történnek dolgok. Árban? Árban ez? A 60-as az kerül, tehát csupaszon mindenféle opció nélkül maga a monitor olyan 1.600.000 forint körül. Ez a 70-es csupaszon olyan 1.8-1.9. De mivel bevezető szakaszban vagyunk, én azt mondom, hogy egyedi árakat el tudok képzelni. Tehát volt olyan, aki azt mondta, hogy adod-e ennyiért, és akkor megvakartam a fejemet, jó, adom. Tehát nyilván nem 1 millió forint bruttó összegről beszélünk, de azért ebben van komoly az érdeklődő, komoly a szándék, akkor meg tudunk egyezni.